Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól, melyik az első a parancsok közül? Jézus így válaszolt, ez az első, halld Izrael, az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ezeknél nincs nagyobb parancsolat. Az írástudó erre azt válaszolta, valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen, és hogy rajta kívül nincsen senki más. És azt is, hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, embertársunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy véres áldozatnál. Jézus az okos felelet hallatára megdicsérte, nem jársz messze az Isten országától. Ezután több kérdést már nem mertek föltenni neki. Ezek az evangélium igéi. Halld Izrael, az Úr, ő a mi Istenünk. Egy törvénytudó fordul Jézushoz, olyan, aki jártas mindenféle előírásban, de mégis személyesen szeretné hallani azt, amit tud, amit tud az írásokból, de mégis egészen más, hogyha a Mester mondja. A második hasonló hozzá, ugye az első az Úr, a mi Istenünk. Teljes szívünkből, egész valunkkal őt szeretni, ez az első. És a második hasonló ehhez, szeretni az embertársat úgy, mint saját magamat. Érdemes volna itt is elidőzni, de attól félek, hogy kicsit hosszú volna, hogyan szeretem önmagamat. Szeretem-e egyáltalán? Megbecsülöm-e az Isten teremtményét saját magamban? Vagy pedig tönkreteszem. Október vége van, volt november eleje. Minden szentek környékén, előtte is, utána is a temetők díszesebbek. Halottak napja táján, és alig hanem még ma is így lesz. Ezrek és ezrek látogatják a temetőket. Vannak, akik ebből statisztikát csinálnak, forgalmi statisztikát. Vannak, akik ebből a bevétel statisztikáját, a kereskedelmi hasznot nézik. De valami egész másról van szó. Amikor égnek a temetői gyertyák,
És ha ilyenkor csendben ránézünk ezekre az imbolygó fényekre, akkor valahogyan megérezzük, hogy igen, van az élők országa, és van a holtak országa. De micsoda távolság van a kettő között. És mindannyian, akik élünk, mindannyian a holtak országa felé tartunk. Mind elmegyünk. Mindenkinek végig kell mennie, így szokták mondani, a minden élők útján. De minden megélt óra, minden megélt nap, egy-egy szem az életünk olvasóján. Radnóti egyik versében, a 7. eklógában olvasom ezt a sort, hogy egy nappal rövidebb, lásd újra a fogság, és egyel az élet is. Fogságba írja ezt Radnóti. Mindannyian valamilyen módon fogságban vagyunk. Foglyok vagyunk. Fogjai vagyunk az időnek, fogjai, rabjai vagyunk teendőinknek, felelősségünknek, feladatainknak. Nem tudunk szabadulni tőlük, nem tudjuk elengedni. Mennyire nem egyszerű elengedni. De mennyire fontos, hogy szabadok legyünk. Világosságra vágyunk, szabadságra vágyunk mindannyian. És szükségünk van arra, hogy valahogyan eligazítást kapjunk. Melyik út vezet a holtak országából az igazán élők országába? Oda lépett ugye az írástudó Jézushoz, és megkérdezte, hogy melyik is az első a törvényben. És Jézus válasza nem ismeretlen számára. Halld Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr, ezért egész szíveddel szeresd Uradat, Istenedet. Aztán hozzáfűzi másodikként, szeresd embertársaidat, úgy, mint önmagadat. Smá Izrael, halld Izrael. Mindennapos imádsága ez a hívő zsidónak. A zsidó hagyomány szerint egy kis dobozba, az ajtófélfára rögzítve kell elhelyezni a törvénynek ezt a figyelmeztetését. Állandó figyelmeztetésül, hogy jövet menet gondoljon rá az ember. Jövünk, megyünk. Vajon gondolunk-e arra, hogy tényleg az Isten, az Úr? Hagyjuk-e, hogy ő legyen az életünkben az Úr? Van-e hely az Isten számára mi bennünk? Vagy úgy tisztes távolságot tartunk, és mondjuk, Uram, majd később. Most még ne. Most még ne gyere, el vagyok foglalva a saját ügyeimmel. Majd. Ez a most még ne, ez jellemző az egész európai társadalomra. Az Úr, az egyetlen Isten, ő. Mire alapszik a törvénykezésünk? Újra és újra el kell mondanom, bármennyire is ismétlés, hogy egy érdekelvű világban élünk, ahol az lesz a teendő, az lesz a követendő,
amit megszavaztak. És amit leszavaztak, az függetlenül attól, hogy igaz vagy nem igaz, az valahol a távolságban van. Van-e valami, amihez igazodik az élet? Van-e valami, amihez a társadalmunk életét igazítani akarjuk? Vagy csak egyszerűen az a fontos, ami pillanatnyilag most nekem vagy nekünk, de inkább nekem, mint nekünk érdekem. Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Most ez így van az életünkben? Vajon nem vagyunk-e mindannyian valamilyen formában titkos bálványimádók? Életünket sokszor a pénz, a hatalom, az élvezetek tartják fogságban. Vajon tudunk-e, de még fontosabb, vajon egyáltalán akarunk-e egész valunkkal odafordulni az Istenhez, minden gondolatunkkal? Szent Benedek atyánk regulája figyelmezteti a szerzeteseket, és ez figyelmeztetés lehet mindenki számára. Krisztus szeretetének semmit elébe ne tegyél. Hányszor elfelejtjük ezt az életünkben? Hányszor nem gondolunk erre? Fölösleges, mert vannak most ebben a pillanatban sürgősebb és fontosabb dolgaink. De nem csak az Istennel van ez így. Így van ez a társakkal, embertársakkal is. Melyik a legfontosabb a törvényben? Szeresd Uradat, Istenedet. És a második, embertársadat, mint saját magadat. Mennyire semmibe tudjuk venni a mellettünk lévő embert? Mennyire képesek vagyunk arra, hogy ne törődjünk a másikkal? Mi közöm hozzá? Semmi közöm hozzá, olyan könnyen kimondjuk, nem törődünk velük. Magunkba temetkezünk, és egyszerűen megfeledkezünk róluk, vagy, ami még rosszabb, nem akarunk tudomást venni róluk. Elmegyünk egymás mellett, teljesen idegenként. Pedig, hadd idézem ismét Szent Benedek atyánk reguláját, a jó szó jobb a legjobb adománynál. Megszólítani a másikat, meghallgatni a másikat. Nem kis beképzeltséggel tudjuk aláhúzni, hangsúlyozni azt, amit az Úrtól hallottunk. Mi magunk is írástudónak tartjuk magunkat. Igen, így van, Uram, én ezt megtartottam egész életemben. De valóban teszem-e? Azt mondja Jézus az írástudónak, hogy nem vagy messze az Isten országától. Ha tudom, hogy melyik a legeslegnagyobb parancs, akkor egy nagyon fontos lépést tettem. Tudom, melyik a legnagyobb parancs, de ez még nem elég. Még távol vagyok. Még nem vagyok ott. Tennem kell. Nem elegendő az ismeret, sokszor beképzeltek vagyunk,
és úgy gondoljuk, hogy elegendő a tudás, sokkal több az emberi élet, mint a puszta ismeretek rendszere. Igen, az Isten országa megkezdődött, már itt van közöttünk, mindenütt, ahol nem csak szóval hirdetik azt, hogy az Isten az egyetlen Úr, hanem ennek megfelelően is élnek az emberek, ahol nem csak szóval hirdetik, hogy szeresd embertársadat, mint önmagadat, hanem tettekre is váltják, az Isten országa már ott van. Keresztény Európa, hol vannak a mi tetteink? Hol van a mi felelősségünk önmagunk és társaink iránt? Vajon megbecsüljük-e az életünket, és megbecsüljük-e a mellettünk, körülöttünk, velünk együtt élő emberek életét? Melyik is a legfőbb parancs? Tudnunk kell a választ, mert mindannyian úton vagyunk az élőknek ebből az országából, a holtak országa felé, de a holtak országa sem esik kívül az Isten uralmán. Thornton Wildernek a Szent Lajos király hídja című regénye utolsó oldalán olvasom, hogy van az élők országa, és van a holtak országa, és közte a híd, a szeretet. Erről tettek tanúságot a szentek. Minden szentek ünnepe mögöttünk van. Ezt hirdette a szeretet himnusza is, Pál apostol. Csanád Béla a következőképpen fogalmazza át a szeretet himnuszát. Sötét árkokat húz a szél arcunk sivatagán, de a szeretet erősebb, mint a halál. Homlokodon a szépség s a tudomány csillaga, szemeden a jóság fényei, ajkadon az igazság, homályba vesznek egykor, de vonásaid megőrzik a mezők, az illatos fűvek, virágok, igazságod beteljesedik, és jóságod visszatér a szeretetben. Csak a szeretet marad meg, lelked egyetlen ékszere. Halld Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr.